Püspökladány északkeleti részén helyezkedik el az új telep, amelyet a vasútvonal és a 4-es számú főút választ el a várostól. Ezt a városrészt szeli ketté a Mező Imre utca, amelyen a fontosabb közintézmények találhatóak. Ez az új telepnek a főutcája, tulajdonképpen a leghosszabb utca. A főutca egyik felén található egy mai napig el nem nevezett tér, aminek nyilván valamikor időszerű lenne egy nevet is adni. Majd ha eljön az ideje, akkor megkérdezzük az itt lakókat, hogy mi a véleményük róla, hogy kinek a nevét viselje. Ennek az utcának a szélén találhatók a főbb intézmények, az óvoda, az idősek otthona, és akkor itt található a rendelőintézet is. Az új telep kialakulásának története 1946-ig nyúlik vissza. Ekkor közel 850 házhelyet mértek ki, és ezzel lassan megindult a városrész betelepülése, fejlődése. Ha én jól emlékszek, ez a terület egy gyümölcsös kert volt annak idején. Ez egyik legjobb földje Püspökladánynak, termőföldje. Amit sajnos ugye, hogy néhány ér van benne, ami látszik is az utcán, hogy nagy hajlatok találhatók benne. Ezekbe az erekbe kell megoldani azt a problémát, ami már ugye évtizedek óta felmerült, hogy ugye belvizesek ezek az ingatlanok. Ha most a csatornaépítés megvalósul, akkor nyilván ezek a problémák meg fognak szűnni. A fokozatosan növekedett gyermek létszám miatt egyre nagyobb igény mutatkozott a városrészen óvoda és általános iskola kialakítására. 1956-ban és 58-ban épült meg az iskola, 4 tanterme, amelyek társadalmi munkában készültek el. 1985-ben a November 7 TS kezdeményezésére és szintén társadalmi összefogással 2 új tantermet, 1 nevelői szobát és a könyvtár szobát hozták létre. 3 évvel később pedig a korábbi első tagozatos oktatás mellett már 5. és 6. osztályosok is járhattak az újtelepi iskolába. Majoros Imréné Klárika néni férjével együtt 30 évet tanított az intézményben. Hát akkor még más volt, könnyebb volt. 6 osztályig volt végül is. Az új rész, ami most az idősek otthona, az társadalmi munkába épült, a férjem szervezte, akkor még ő volt az... Hát nem igazgató volt, hanem tagiskola vezető, a TS-ekkel közösen, úgyhogy azok rengeteget, szülők is nagyon sokat segítettek. Más volt a hozzáállásuk akkor a szülőknek, mint most. Az iskola felépülését követően 1961. októberében nyitották meg a Mezei Virág óvodát, és ez ma is folyamatosan működik. Az általános iskola időközben bezárt, helyén ma a Segítőkezek Szociális Szolgáltató Központ 2. számú idősek klubja és a Fogyatékosok Nappali Intézménye működik. Többen emlékeznek még rá, hogy hogyan épült ki fokozatosan az újtelepi városrész. Én vissza tudok emlékezni, és már akkor gyerekként ide kerültem 7 éves koromba, ami ugye már 50 éve elmúlt. Mondhatom azt, hogy ez egy kis, ez a kis utca volt, a többi település nem nagyon volt, pár helyeken voltak házak, ez a Mező Imre utca mindig a fő utca volt, innen kezdődött, és régebben, ahol most van a malomkocsma, ott volt egy kicsi bolt. Ott volt a régi bolt, és oda jártak az emberek, akút, kár, hogy nem ott vagyunk, ahol van az a korlát, az volt az a kerekes kút, és az új telepen az összes kút csak az az egy volt. Ilyen kerekes kút volt, és akkor az új telep az a pár, mondhatom, nem 600, egy olyan 70-80 ház, ha volt, az nagyon sok volt. Telkek voltak, olyan kertecskék, milyen mocsaras vidék, nem mocsaras, hanem ilyen lapályos vidék volt ez, és úgy aztán mindenki ugye vásárolt itten telket, emlékszem rá nagyon jól. Én itt nőttem fel ezen a területen, tehát 46 éve ismerem ezt az utcát, közel 11-12 évig nem volt itt kövesút, ez volt az egyik utca az, ahol legelőször kövesútat építettek, itt akkor mi ennek nagyon örültünk, mint gyerekek, hogy végre itt a városrészbe itt is lehet kerékpározni jó úton. Ezen kívül meg hát nyilván az egyik legidősebb utca is, hiszen ez középső részén átszeli az egész városrészt. Mi behozattuk a gázt,
változás. Ide került a postoláda, a mielénk, ami nem nagy örömömre, ugyebár mert itt a kutyák itt rengeteget ugatnak, pontosan amiatt, hogy az idegenek ugye ide jönnek, és ugye feszmini ki kell szaladgálni, hogy ugat a kutya, de nem ide jönnek. Egyébként nem emlékszek ilyen nagy változásokra. Hát végül is a napközi, ugye megcsinálták a napközét a sérült gyerekeknek, végül is ez meg egy nagyon jó dolog. És itt az óvodásaink is szoktak átjárni, műsort adnak az öregeknek, öregmamák ajándékot csinálnak a gyerekeknek, ezt a régi időt visszahozzák. Az Újtelep lakosságának és ezzel együtt a Mezőimre utca lakóinak egy része is mély szegénységben él. Sajnos őket sújtotta leginkább a munkanélküliség. Ennek ellenére a magyarok és a romák egymás mellett békében élnek. Összetett ez a csoport is, mint úgy a város többi részén. Itt nagyon sok roma megtalálható, ugyanúgy magyarok is megtalálhatók. Inkább az lenne a fő jellemzője, hogy a Püspökladány lakosságának a legszegényebb rétege lakik itt. Legalábbis ők azok, akik most jelenleg legtöbben munkanélküliek, hiszen jelentős részüknek iskolai végzettsége sincs, szakmája sincs. Őket próbáljuk a közmunkaprogramban olyan helyen foglalkoztatni, ami nyilván a végzettségnek megfelel, tehát általában a kapálásban, a kaszálásnál, vagy a csatorna tisztításnál foglalkoztatjuk őket. Ezen a részen nagyon jók a szomszédok, oda tudunk figyelni egymásra, bárki nyugodtan elmehet hosszabb időre is, mert szólunk egymásnak, és akkor odafigyelnek a szomszédok. Nekem senkivel nincs gondom, szomszédokkal is megvagyunk. Itt élek már ők is régóta. Főleg akik a hátam mögött laknak, ők már együtt nőttek fel a gyerekeink is, úgyhogy... Rendesek, nagyon. Nem, nincs semmi gondunk. Nekik se, nekünk se, hát mindenki át. Hát nincs ott amúgy olyan gondunk, bajunk senkivel, hát. Az újtelepi lakosoknak és a közmunkaprogramban résztvevőknek köszönhetően tiszta rendezett képet mutat a Mezőimre utca, bár néhány porta elhanyagolt állapotban van. A lakosság leginkább a szennyvízhálózat kiépülését várja, de reménykednek benne, hogy hamarosan köves utak is épülnek az újtelepi város részen. Minden esetre a köves utat azt jó lenne, ha meg lenne szélesítve, meg hát egy kicsit a sebességkorlátozáson lehetne egy kicsit javítani, vagy a közbiztonságon, ugye a rendőrök egy kicsit sűrűbben járnának erre, mert most még nem is lehet látni, de viszont este 9 óra után, főleg nyári időszakban, éjfélig itt nem lehet aludni. Itt ez biztos, hogy így van, mert helyben fordulást csinálnak az autóval meg, szóval a gyerekeket nem lehet kiengedni játszani, de előre a fűbe, vagy tavaly például az óvoda előtt görkorcsolyáztak, de annyira féltek, hogy az autók olyan gyorsan mentek, hogy inkább bejöttek. Főleg az, hogy benézni a portákra, és ahol nem gondolzzák, azokat bizony én részemről megbüntetném. Én 73 évesen tudok kapát fogni, rendbe rakni, akkor úgy kellene másnak is. Sok minden kellene szerintem. Szennyvíz, amit ígérik, hát remélem, hogy eljön annak az ideje, az utakon kéne egy kicsit változtatni. Hát meg valami, mit munkahely. Nem azt mondom, hogy pont itt az új telepen, de biztos van itt valami, amit lehetne bővíteni. A városvezetés pedig azon dolgozik, hogy az új telepen élők számára is megteremtsék ugyanazokat a feltételeket, melyeket Püspökladány többi lakosának. A legnehezebben azt élik meg, hogy hosszú út vezet a városközpontig, ráadásul sokat kell várni a vasúti sorompónál. Nincs mit csinálni, néha dühös az ember, sokat kell várni a sorompónál, de hát elmúlik, és utána vígom, megyünk tovább. Ez van, ezt kell szeretnünk, aranyos, nem tudunk sehova sem menni. Mikor fúj a szél, esik az eső és hullik a hó, akkor nagyon rossz, mert ugye a beközlekedés eleve, mert nekünk két sorompónk van, ugye, mert itt a lámpa, meg itt van a sorompó, és téli időszakban, amikor várni kell hosszú perceket, az sok. De viszont nyári időszakban nagyon jó. Nyári időszakban. Gyerekekkel is föl szoktunk menni biciklivel fagyizni, hazasétálunk tolva a biciklit. A téli időszakok, azok a hidegek, meg az esők, azok nem jók. De egyébként valahol mindenkinek lakni kell. Nehezen, mert nehéz bejárni, mert mindenben van. Tehát busz sem mindig megy, de mondjuk hát jó, én kocsival szoktam menni, biciklivel, de ugye kicsit kiesik mindentől. Hát azért mondom, hogy sok minden hiányzik innen, ami
tudom én, lehet, hogy máshol több minden van. Erre megoldást jelenthet a hamarosan megépülő vasúti aluljáró. Azoknak, akik már évtizedek óta az új telepen élnek, életük részévé vált az itt kialakult közösség. Arra a kérdésünkre, hogy laknának-e máshol, változó válaszokat kaptunk. Őszintén nem. Nem, annyira megszoktam már itt, és tényleg annyira jó ez a kis közösségünk itt a szomszédokkal, hogy nem szívesen hagynám itt. Nagyon-nagyon muszájnak kellene lenni annak, hogy én innen elköltözzek. Nem mennék Bavárosba lakni, őszintén mondom. Békés, csendes és nyugodt ez a új telep, és főleg a Mező Imre utca, és rövidesen elkezdjük itt is a munkálatokat, hiszen mindig rendbe tartottuk, szemétszedés, fűkaszálás, most nagyon szép a idő, jó idő van, és fogjuk vágni, és karban fogjuk tartani ezt az össz, nem csak a Mező Imre utcát, az összes új telepet, ezt meg lett ígérve, és meg is fogom tenni.